A martonosi házaspár hétvégén közösen vitte 16 éves fiát Magyar Kanizsára, ahol a fiú másodikos középiskolás. Állítólag azt mondták neki, hogy ezután kishomoki rokonokhoz mennek. Ezzel szemben a török-kanizsai Tiszapart felé vették az irányt. A martonosiak azt mondják, hogy a házaspár valahol itt a török-kanizsai Malom környékén hagyta a gépkocsiját, amely aztán napokig gazdátlanul itt állt. Egyelőre nem lehet tudni, hogyan kerültek a vízbe. A feltételezések szerint közösen lettek öngyilkosak. Eltűnésüket fiúk jelentette, majd a falusiak is keresték a házaspárt. A férfi holttestét kedden találták meg Török-Kanizsánál, feleségét még keresik. A család martonosi háza most üres. Az árván maradt fiú a faluban rokonainál tartózkodik. A martonosiak értetlenül állnak a tragédia fölött. Nem mondhatok róluk semmit, hát olyan jó szándékúak voltak, hát nem bántottak senkit. Hogy mondjam, hát én nem tudom, hogy ez most mi következett be ezt senki se tudja, ez egy olyan rejtély. Az egyik szomszéd azt mondja, egész Martonost megrázta az eset. Meglepett, kegyetlenül meglepett. Nem csak minket, én azt hiszem, hogy hát az egész utcát, vagy a szomszédokat, meg azt hiszem az egész Martonost. Mi történhetett, mi nem? Egyelőre több találgatás kering a faluban arról, hogy pontosan mi állhat a családi tragédia hátterében. A rendőrségi nyomozás még folyamatban van.